A Művészetek Házában került sor Keppel Gyula kortárs és modern képzőművészeti alkotásából álló kiállításának a megnyitójára. A remek művek közül nem mindegyik kapott helyet a tárlaton, összesen 103 darab alkotást tekinthetnek meg a látogatók. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, a kiállított képek, grafikák és alkotások között korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatja a számára kedvenc darabot. Keppel Gyula egy olyan ismert alakja és egy olyan kiváló érzéke rendelkező pedagógus a magyar képzőművészetben, aki a 70-es évektől kezdve egy rendkívül gazdag gyűjteményt hozott össze, és nagy örömünkre ez már nem az első alkalom, hogy ezek a művek itt láthatók a Művészetek Házába. Tavalyi megnyitónk óta ez már a sokadik olyan kiállításunk, amelyet sajnos a pandémia miatt el kellett halasztanunk, éppen ezért külön nagy öröm, hogy ebben az időszakban, ebben a csodálatos tavaszi időszakban ezt a gyűjteményt is újra elhozhattuk. Én azt gondolom, mindenki megtalálhatja az itt lévő alkotások között akár ismertebb, akár kevésbé ismertebb kortárs művészeknek a számára tetsző alkotását, és én azt gondolom, hogy ezzel is fogjuk folytatni a már megkezdett munkánkat itt a Művészetek Házában, hogy a kultúra minden ágának, a képzőművészet minden ágának és a kortárs és hagyományos értelembe vett képzőművészeti ágaknak is otthont adjunk. Keppel Gyula, a gyűjtemény tulajdonosa elárulta. A kiállításon felsorakoztatott képek nagyjából 100 évet ölelnek fel. Kimondott kedvencei azonban nincsenek, mindenképp közel áll hozzá. Ez a gyűjteményemből egy válogatás, 103 képről látható a falakon, grafikák és festmények. Hát a többi nem fért már el, ugye helyi jel miatt, nagyon sajnálom. Ugye azt szokták mondani, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, de hát ennek is nagyon örülök, hogy létrejött ez a kiállítás. Van egy grafikája 1915-ből, és a legutolsó kép az 2022, pont itt áll az ajtóba, Luzista Árpád, ő készítette ezt a képet. Tehát a század elejé időből, tehát Csaba Ékes és Sándor, akkor Barcsainak grafikái láthatók, akkor Hinz Gyulának van egy olajképe, és akkor utána meg a 60-as, 70-es évek grafikái, és a kortárs művészet öleli fel az anyagnak a jelentős részét. Szőnynek van egy hátott grafikája, azt nagyon szeretem, vagy Szandai Sándornak van egy grafikája, Párizsba élő szobrászol, de nehéz erről beszélni, vagy itt a mögöttünk lévő Büki Péternek a képe is nagyon közel áll hozzá. Minden kép valahogy sokat jelent számomra, hát nem véletlen, hogy a tulajdonomba került. Elmesélte azt is, milyen körülmények között és mennyiért szerezte meg első grafikáit. Ugye rendszerváltás előtt csak grafikákat tudtam vásárolni, nagyon kevés pénzért. Magyar tanár voltam, és három gyerek mellett azért nem lett. Tehát nem az igazi gyűjtők közé tartozom, de ez mindenképp egy menekülés volt számomra, egy idézőjelbe tett menekülés, hogy a kor zűrzavaros, kaotikus állapotával szemben, meg maga a szocializmusban ugye volt egy ilyen szellemi elnyomás is, tehát a szabadságnak nem volt meg az a lehetősége. Most valahogy a műalkotások azok segítik az embert átlépni ezeken a korlátokon. Tehát mindenképp egy erőgyűjtő dolog. Hát, hogyha naponta együtt él az ember ezekkel a képekkel, akkor olyan plusz töltést kap, hogy egy kicsit a lélek megemelkedik ki. Baki Péter, Munkácsi Mihály díjas festőművész, a kiállítás kurátora elmondta. A magyar kortárs képzőművészet szerencséje, hogy léteznek még olyan gyűjtők, akik kiállítják a birtokukban lévő műalkotásokat. Nagy szerencse, hogy Gyula nagyon értő szemmel válogatott azért ezekben a dolgokban, és hát nagyon neves és nagyon jó művészek alkotásaival találkozhatunk itt a kiállításon. Összességében, egészében véve egy remek kiállítás. Bárkinek ajánlanám, aki ezt szívesen megnézi, mert csak gyarapodni fog a kiállítás megtekintése után. A kiállítás tehát mindenki számára ajánlott, hiszen korosztálytól függetlenül tudnak újat mutatni a kortárs festőművészek alkotásai. A tárlat május 15-ig tekinthető meg a Művészetek Házában.